Sziasztok, én Péter vagyok, és ez itt a Lost Biker csatorna. Ma a hazai motoros élet egyik epicentrumába, vagy úgy is mondhatnám szívcsakrájába látogatunk el. Ezen a helyen megfordul, ha az utcai motorostól egészen világbajnoki szintig, vagy az utánpótlástól egészen veteránkorig, minden olyan motoros, aki bőrruhában motorozik. A hely és legendás alapítója Cölöp, maga az élő történelem. Ceglédi műhelyük faláról visszaköszön a magyar motorozás elmúlt 50 éve, Drapáltól Sebestyén Petiig, Szabó Kettőtől Talmácsiig, és még sorolhatnám. A következő egy órában lesznek jó sztorik, kulisszatitkok, és természetesen hasznos tanácsok, hogyan védd meg a bőrruhád. Ha egy kicsit is éled a motorozást, élvezni fogod a következő beszélgetést. Februári napon látogattam el Ceglédre a Cölöp művekhez az új Alpine Stars ruhámmal, hogy az itt-ott bő felszerelést rám szabjuk. Először Marikánál kezdtem, hogy levegyük a méreteket. Na, kedves Péter, húzzuk le az ujjacipzárját teljesen, így van, hogy te is benne legyél, így van. Másik oldalt is lehúzzuk, úgy van. Vádlidon is lehúzom a cipzárt szépen, nagyon jó. Így, kopra húzzuk fel a nadrágnak az ülepét, ami így van. Most csücs, és akkor innentől nézzük. Igen, tehát itt szűkítenünk kell, mert egyébként forog teljesen. Igen. És ha ne adj Isten, valami történne az úton, és valamit ki kellene védened, akkor ha ez nincs ott, akkor valószínű, hogy a csontot, könyök csont fog kopni. Úgyhogy ennyi, a felkarját rövidítjük, szűkítjük, rövidítjük a csuklóba, törzsileg meg teljesen jó. Törzsileg, tehát, mert törzsileg, igen. Én itt törzsileg teljesen kitöltöd. Igen, abszolút. Tehát, és akkor miket javasoltál nekem még a légzsáknál? Nem, mivel ennek a légzsáknak ujja van. A légzsáknak az ujja végére egy tépőzárt tenni, és akkor így előre beletesszük a légzsákot a kabátba, és könnyebben le tudod venni, és föl tudod venni, de főleg a felvételnél. Ha veszed föl a kabátot, és rajtad van előbb a légzsák, így az ujja ide fölgyűrődik. Úgyhogy én ennyit tudnék. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon szívesen. Úgyhogy reméljük, hogy jó lesz. Miután a méretvétel érdemi részével elkészültünk, leültünk egy kicsit beszélgetni a Fekete családdal, Marikával, Bélával és fiúkkal Robival. Béla bátyám, honnan ered a Cölöp név? Hát ez nagyon messziről. Még az 50-es években ugye Budapesten galerik voltak. És én mint kisgyerek a Fóti téri galériához tartoztam, ez Lehel úton laktunk, és ugye oda tartoztam, és akkor ha vita volt, vagy bármi volt, akkor én megmondtam a tutit. Egy alkalommal valaki ezt kétségbe vonta, mondták neki, hogy az a kis csávó, amit mond, az úgy igaz, ez olyan egyenes, mint a cövek. Aztán úgy nagy derültség volt, és aztán úgy cövek, és rajtam maradt, majd jóval később került Cölöp módosításra ez a dolog. Egy alkalommal volt egy ilyen suli rendezvény, és akkor hát megkértek, hogy segítsünk a zenekarnak cuccokat, tehát a színpadot felállítani. Mint technikus. Aztán később, hogy van-e kedvem velük utazni, meg hogy esetleg a hangosítást is megcsinálni. Azt hiszem, hogy 50 forint volt akkor a gázsi, és hát amikor tehettem, ugye utaztam velük. Aztán egészen Radics Bélának a Tűzkerékzenekaráig jutottál ez, technikusként, ugye? És oda kavarodtam, a Vaslaci technikus barátom csalt oda, meg a tarifa. Abban az időben mindenkinek beceneve volt. Aha. És akkor fejlődött ki tulajdonképpen ő a Cölöp, ugye, mert... Hogy volt ez, hogy oszlopos tagja voltál a zenekarnak? Igen, volt egy ilyen, amikor előadást tartottam erről, hogy én egy oszlopos tagja vagyok a zenekarnak. A Cölöp. Igen. És akkor mondtam, hogy két nagyon fontos tag van egy zenekarban, a zenekar vezetője, aki a zenei anyag,
és a technikus az a cölöp, az tartja. Ment a baromság, nagyon vidám hangulat, nagyon. És minden mellette a szabadság érzést, azt nem csak a rockzenében, hanem a motorozásban is megélted, már hát, fiatalon is. Egészen igen. Versenyzői karriered is volt, ugye? Hát karrierről nem beszélünk, indultak még kategóriának tartom magam, viszont messzésen nagyokat estem. Tehát azért azt mondták, hogy fú, ez a pali, ez nem fekszik, nem, innen nem kell föl. De hát fölkeltem, aztán volt, amikor fölkaptam a motort, és menetirányra szembe indultam el, mert azt sem tudtam hirtelen, hol vagyok. Aztán és ez az indultak még kategória, ez milyen motorral történt? Ez P20-assal történt. Hát az én generációmnak akkor az volt a nagy verseny motorja, meg a nagy álma. Úgy belekavarodtam ebbe a társaságba, és akkor hát ugye csináltuk a faragtuk a motorokat egyfolytába. Talán neked ez az egész bőr munkásság, ez talán innen eredt, ugye itt indult el ez az érdeklődés. Igen, mert a Majakovszki utca, most nem is a Király utcában, volt egy sportszabó, egy kisöreg, hát sose volt kész időben a ruhám. De nem mi akadályozta meg a... Hát egy kicsikét piált, viszont amikor józan volt, olyan szeretettel beszélt magáról a bőrről, magáról a mint anyag. Annyira közérthetően magyarázta el a szerkesztéseket, hogy nézd meg, kisfiam, hogy most ezt így megszabom, picit megráncolom, milyen szépen kijön a válkuglia, és ugye mi fiatal hülye gyereket, ugye, hát lekötött, nagyon jó pedagógus volt, és érdekelni kezdett, és egy alkalommal a Józsi bátyám, hát kellene a ruha, hát ó, kisfia, éppen be is volt rúgva egy picikét, és akkor, mondom, emberek csinálták, hát ez. Leültem, hol kell, hogy működik ez a gép, és akkor összevartam, de nem volt szakadt a ruha, mert ugye már abban az időben is volt egy gépátvétel, és rongyos szakadt ruhákba ugye nem engedték el rajta. És bőrruhába kellett akkor már motorozni, vagy mindegy volt, hogy milyen, de ne legyen rongyos? Ne legyen rongyos, ez volt az alap. Hát a bőrruha jó néven vették, jó néven vették. Számtalan korombeli versenyző azért ment el a postához dolgozni, motoros postásnak, mert a védőruhát kaptak, egy bőrruhát. Tehát barna színű volt, ilyen kertésznadrágszerű, meg borzasztóan nézett ki. Uh-huh. Na, szóval akkor a kisöregnél varrógépet ragadtál, hiszen kész kellett legyen a ruha. Hát úgy, ahogy összetakeszoltam. Egyébként meg szívesen mentem hozzá, mert tényleg érdekelt a dolog olyannyira, hogy aztán úgy varrogattam önállóan is nála. Hobbiból, tehát tényleg, ahogy ismerjem a szakmát, egy alkalommal elém áll a Józsi bácsi, és mondja nekem, hogy kisfiam, töltsd ki ezt a lapot. Olvasom, hogy a dolgozók esti iskolájának, mit tudom én, milyen vizsga, érettség, szakma, stb. Vizsgára jelentkező lap. Józsi bácsi, hát nekem minek? Hát szakmával, mert nem kell. Jött a feleség, egy áldott jó asszony, és mondja, hogy Béluskám, csinálja meg, hát egye fene, ezt csináljuk, belevágtam. Elmentem erre a Vörös Október ruhagyár, volt akkor egy ilyen, annak a nagy termébe volt. Képzeld, egy pulpituson ül, öt ilyen szigorú ember, húzzon egyet, tételt. Húztam egy tételt. Mi a száma? Tudom én, 48. Nem érti a kérdést? Szeretnék kicserélni esetleg mit nem értek? Egy 54-es férfi kabátnak az elejét szerkesszem meg. Oda léptem a táblához, XY tenge, és elkezdtem. Válszélessége, hóna, hossza. Még a krétát is eltörtem, mert miközben magyaráztam, hogy mit szerkeztek, ugye a méreteket is dobáltam rá, pontosan azért, mert előtte pont egy ilyen kabátot kellett szerkesztenem, tehát a fejemben voltak a méretek. És egyszer csak megszól az egyik szigorú, hogy maga hol volt gyakorlaton? Hát, kisiparosnál. Na most abba az időbe. Hát az egy szitakszó volt. A maszek az egy osztályidegen, egy kapitalista, egy kizsákmányoló, stb. Hát egy kicsit olyan félszegen mondtam, hogy hát kisiparosnál, meg autószerelő, miért akar konfekció? Hát most erre a hülye kérdése mi? Hát mert érdekel. Menjen ki. Ma
majd teltek, múltak a napok, hetek, nem tudom, egyszer csak kapok egy levelet, hogy sikeres, mit tudom, szakmunkás bizonyítvány. Így lettem, ilyen bot csinálta konfekciós. Na és akkor a versenypályán ott milyen minőségű felszerelések voltak akkoriban? Mert ugye, Béla bátyám, te magadnak csináltad a versenyruhádat egy idő után. Igen, akkor már én tudtam magamnak csinálni. Igen, igen, erre többen felfigyeltek akkor, hogy nézd már, mint a lakhuszár. Úgy néz ki, hogy jött a Juhas Árpi is, hogy... Lakhuszár, ez nagyon jó. Nagy szölöp, hát mondom, figyelj, mert megcsináltam. Mit csináltál te? Hát mondom, megcsináltam magamnak. Akkor vettem észre, hogy a Jancsi áll a hátam mögött, a Drapá Jancsi. Bejött, és akkor így ledobta nekem a földre azért, hogy neki azt szembe, hogy nem tudom, hol lesz 2 hét múlva a versenye, és valamelyiket, de kettő kell. Na de akkor itt a fiatalabbaknak mondjuk el, hogy ki is a Drapá János. Ne, én szerintem azt mindenki tudja, aki nem, az meg nézzen utána. És hát hogy alakult akkor velük a történeted? Mert aztán ti együtt dolgoztatok ezeken a versenyeken. Híre ment a depóba, vett a pályákon, hogy... Hát hogy a lakhuszár. Hát a lakhuszár, hát a cölöp. És... Sorra elkezdték hozni a ruhát, ennek is javítani kellett annak is, hiszen mikor nyakra esett valaki, akkor a ruha azért az sérült. Hát cserébe én nekem meg mindig vagy alkatrészt hoztak, vagy valamit meg tudtam csináltatni, hát tehát ilyen barterozgattunk, és elmondanám, hogy sokkal jobb gépeket faragtak alá, mint amit én egy eperfa alatt meg tudok csinálni. Úgy szépen virágzott ez az egész dolog, majd 1975-ben Ceglédre költöztem, ide nősültem. Ugye hát nyilvánvaló a bőrruhások jártak továbbra is. Ide jártak a rockerek, akik nem kis feltűnést keltettek itt ebbe az egyszerű mezővárosba. Úgyhogy pillanatokon belül híre ment itt az egésznek. Van itt az a cölöp nevű. Az. Igen, igen. Hát erre a párbizottság is fölfigyelt, mert itt egy ifjúsági klub alakult ki. Itt a, gyanús hát, elemekkel. Gyanús elemekkel. És ugye persze, mikor jött valaki, például jött a Jancsi, már a város bejáratánál már 2-3 motoros így fölfedezte, és akkor ide kísérték, úgyhogy mire a lakásomra értek, már vagy 6 motoros volt, ugye, mert hát ezek a gyerekek kíváncsi voltak ki, ezekre ez a drapát, motoros ez a... hírességekre. Hát ugye a buszra akkor már föl volt a Ikarusz, föl volt neki írva a drapá. Tehát, ja, hogy ők jöttek a nagy Ikaruszukkal, hát, a csapatbusszal. Számtalan vagy... esetben, igen, mert mentek tovább valahova, ezért nem tudom hova, úgyhogy... Aztán így megmaradtam végképp a bőrruhavarrásoknál. Egy kérdés, hogy visszaevezve egy kicsit a klasszikus P20-as panoniás versenyekre, igen, hogy ott beszélgettünk róla, hogy milyen védőfelszerelések voltak akkoriban. Tehát akkor már a bőrruha az már megvolt, mint védő, de még azért protektorok, gerincvédő, ilyesmi. Hogy ne lett volna? És ez szivacs. Miből? Szivacs. Bele van, egyszerű szivacs bele lett varva. Hát a mai szemmel nézve a pizsamámban nagyobb védelem van, mint akkor azokban a ruhákban. Szóval, de volt benne szivacs, aztán jött egy olyan hóbort, hogy szegecselve, a kesztyű is, csak hát ott volt a probléma, amikor letenyereltél, a szegecsek elkezdtek szikrázni, meg izzani, és utána nem tudtál megfogni egy hétig semmit, mert a szegecseknek a másik fele beleégett a bőrödbe. Az volt a lényege, hogy ne tapadjon a bőrkesztyű, letapad az aszfalton. Ez meg elősegíti neki a csúszást. No, de ha jól tudom, Véla bátyám, azóta is motorozó, sőt az egész család motorozik. Milyen gépek állnak a garázsban? Kezdjük most, Robi, veled. Én motocrossoztam sokáig, aztán hát mondhatni kiöregettem meg. Nem is voltam. Versenyszerűen? Igen, igen, versenyszerűen. Eredmények? Ott voltam nagyjából a top 10-be, de ahhoz nagyon jó napnak kellett lenni. Most a bringa van helyette. Igen, az elég komoly, az előbb mutattál nekem egy videót, majd be is vágunk ide pár jelenetet. Elég komolyan tolod ezt a... Milyen kategória? Ez downhill. Downhill. Aha. Bátyám, te még
aktívan motorozol? Hogyne, hát ne viccelj, hát be is öregettem volna, ha nem motorozott. Hát én most már csak egy oldalkocsis motor, ja, tehát nem egy, van, de oldalkocsis motorokkal. Milyen típusú gép van itt? Van valami, amit restaurálsz? Hát most éppen egy R71-es BMW replikán küzdök, de egyébként az új generációs uralom van. Hát az már, figyelj, luxus, olyan szolgáltatásai vannak, hogy önindító motor. Fék az még... Az még nem annyira. Az még nem annyira, hát a fék az a 70-es évek eleje dobfék. Lehet rá csinálni, és még úgy, ahogy elfogadható is, mert ennek ilyen 90% utazója. Marika elkísér néha? Igen, hogyne. Autóval megyek utána. Wow. Azért ez nem így van, mert amikor megérkezünk valahova, akkor kibútoroz, ki a szállószobába, mit tudom én, elrendez minden, és akkor nem megyünk valahova, és akkor beül az oldalkocsim, és akkor tudom én, szóval azért elmegyünk. Csak nem vállalja be azt a 100 akár mennyit, mert... Mert félelmetes számomra. Egy lélekvesztő. Az. Főleg ott oldalt. Ott oldalt. Én sem ülnék meg oda a kocsiba. Se kormány, semmi, csak arra gondolok, hogy ó, de jó, hogy nem vesztem össze vele reggel. Lehet, hogy neki vinne egy fának, én megyek arra, apa megy az úton, csá. Apa még elfér, az oldal kocsi már nem biztos. Érted? Na, szóval ez egy ilyen vicc kategória, de egyébként hogy kedvezzek, azért elmegyek utána, vagy vele, tehát kevesebb kilométerre így beleülök, meg ha lassan megyünk, tehát nem gyorsan. Elszörfözgetünk, elnézelődünk, az úgy nagyon jó, az úgy nagyon szeretem. Hát lehet egy hangulata ennek az oldalkocsis motorozásnak. Igen. Nem kicsi. Képzeld el, hogy bárhol, tehát megállok vele, utána keresni kell a motorom, úgy találom meg, ahol a legnagyobb tömeg van, ott lesz valahol a motorom. Ugyanaz, mint a chopper motor. Fölülsz, és van egy életérzésed. Na, kanyarodjunk rá egy kicsit a motoros ruhákra. Mik azok a feladatok, amikkel leginkább megkeresnek titeket a motorosok? Hát ez nagyon sokrétű. Ez annyira, hogy van, aki csak azért jön ide, mert azt mondja, hogy hosszú a bokámnál a ruha, és rövidítsük. És kiderül, hogy hosszú a felkarja, kiderül, hosszú a csuklója, kiderül, hosszú a combja, és akkor, mikor így helyre rángatom, mert van úgy, hogy bele kell rázni az embereket a ruhába. Tapasztaltam az imént. Igen, és akkor mondja, hogy ez így tök, tényleg mennyivel jobb, mennyire jó, akkor ezt is csináljuk, akkor azt is csináljuk, és bizony így összejönnek ezek a dolgok. Az első kategória az a ruha átalakítás, talán akkor az a legfontosabb. Így van, az a legfontosabb, arról nem beszélve, hogy bizony vannak olyan emberkék, akik megveszik mondjuk egy nagyméretű ruhát, de még mindig nem jó rajta, mert szűk, mert szorítja, mert itt van, ott van különböző dolog, amitől nem komfortos a ruha neki, és azt fel kell bővíteni. Szeretne pályázni, ha nem is utcán megy, de szeretne pályázni, a pályán legyen neki kényelmes, ami nagyon-nagyon fontos, hogy mikor a motorra felül, az a helyén legyen, az ülepe helyén legyen, a kezénél ne nyomja a csuklóját a ruha, és ne arra koncentráljon, mikor kanyarba megy, ki kell ülni, hogy nem tudja a lábát kitenni, mert szűk, feszíti a válla, feszíti a térde. Tehát ezekre nagyon fontos odafigyelni. Uh-huh. Az a gondolat merült föl bennem, hogy akkor egy versenyzővel sokkal bonyolultabb lehet együtt dolgozni, hiszen ők tudják, hogy mit akarnak, egy csomó mindent aprólékosan elmondanak, gondolom. Nem biztos, nem feltétlenül. Fordítva lenne? Nem feltétlenül. Például jött ide egy, tényleg nagyon-nagyon régóta ismerjük, a Laci bácsi, és hozta a barátját, és mondta, hogy csináljunk a ruhájával valamit, mert ő nem tud ebben motorozni. Jó, felvette a ruhát, nézzük meg, hogy hol a probléma, legyen minden a helyén, hát igen, mondom, és akkor mit csináljunk vele? Mert ez minden a helyén van. Tehát ő ebben nem tud kiülni.
Hát de mondom, akkor ezt föl kell ide húzni, hogy a csípőn a fönt legyen a ruha, a térde, a könyöke, minden a hátul. Tehát azt mondja, akkor miért nem mondta a Laci bácsi, hogy ezt a ruhát hogy kell fölvenni? Tehát ennyi volt a probléma, ennyi volt a probléma, semmit nem kellett hozzányúlni, mert nem tudják sokan, hogy egy ruhának hogy kell kinézni, mikor motorozik. Mert húzzuk lefele ülepen a ruhát, álló helyzetben ne legyen kényelmetlen, ne vágja szét, de mikor a motoron vagyunk, akkor viszont föl kell húzni, ott már nem vág semmi, azért van a ruhákban a lábközépne ez az elasztikus kevláranyag. És ez nagyon fontos. Tehát az alap probléma, hogy nagyon sokan nem tudnak beöltözni. A másik probléma meg az szokott lenni, hogy egy év után előveszi, nyilvánvaló megkeményedett, egy kicsit kiszáradt a bőr. Rohan ide, hogy hú, cölöp, de mondom, figyelj, tavaly jó volt, jó, felszedték kilót, nem. Akkor föl kell venni és hordani. Motorozzál benne, testőmérsékletre szépen rá fog igazodni, vissza fog igazodni, föl, vissza fog puhulni a bőr. Ruhátalakításoknál akkor az emberek tudják, hogy mit akarnak igazából, vagy sokkal inkább az számít, hogy ti már tudjátok, hogy mi lesz nekik jó? 50-50%. Tehát van, aki tudja, van, aki egyértelműen azért jön ide, hogy jó legyen a ruha, mert tudja azt, hogy jól megcsináljuk. Van, aki pedig nem érzi, hogy kellene a ruháján alakítani, de mondjuk a barátja azt mondja, hogy ő szerinte menjél le a cölöpékhez, nézd meg, és akkor rájön, hogy mégis kell alakítani a ruháján. Mesélt Béla bátyám egy történetet így nagyjából név nélkül az egyik versenyzőnek a versenyruhájáról, ahol itt nem volt jó, ott nem volt jó, hogy is volt ez? VB szintről beszélünk, ezekhez a ruhákhoz egyébként csak a maga a gyár vagy a csapat utasítására lehet hozzányúlni, de hát a barátunk, hogy ő nem tudja, de jó is, meg nem is, és akkor fölbeöltözött, beült, itt egy ilyen, van ilyen próba, beült, hát mondom, persze, hát süss meg, hát az egésznek a hónajkör, meg ne el van neki egy kicsikét szabva, nem nagyon, de ahhoz pont elég volt, hogy amikor kikönyököl, akkor az anyagtöblet miatt neki ez egy feszültséget, egy gyűrődést, és a hátáról egy ilyen feszültség keletkezzen, vagy feszülés keletkezzen, ami által ugye nyilvánvaló nagyon finoman, mint a zongorán úgy kell bánni a kezelő szervekkel, és hát nem érezte annyira. És ez már adott esetben akár több tized másodpercet is eredményez. Mondom, majd itt megcsináljuk. De nem szabad, hogy nem fogják látni. És tényleg úgy is volt, hogy ott azt az idomrészt ott kicseréltük neki, egy picikét úgy vizesen így nyújtottunk, beöltözött. Azt a betyár, azt mondja, na igen, hát ez. Akkor Béla bátyám, akkor ti nagyon jól ismeritek a motorosoknak az anatómiáját, tehát a mozgáskultúrát, motorozás közben, ami történik azzal hát a ruhával. Mivel hogy egy motoros családról beszélünk, tehát tudjuk, tehát innen már tudjuk, hogy mi az, ami egy motorosnak kell, melyik az a pozíció. Az anatómiáját, hát igen, ott nem mindenki konfekció méret, tehát, de amikor már egy idő után ránézünk, akkor, mert ő idehozza a ruhát, és akkor mondja, és akkor egyik lábamról a másikra állok, mert most elmondja nekem azt, amit én már régen tudok. Igen, hát ilyet de ismerek egyet. Udvariasságból meghallgatja, udvariasságból meghallgatjuk, jó, meg hogy ő, ja, és akkor még ellát jó tanácsal, hogy ő hogy csinálná. Ezt is meghallgatjuk. Na, ezt én már nem tettem, azt hiszem, hogy nem. Itt rám szólt majd, jó? Ezt is meghallgatjuk udvariasan, és akkor elmondjuk, amit látunk. Mondom, öreg, kezdődik azzal, hogy neked a felkarod olyan rövid. Miért? Azok a tipikus anatómiai problémák, amik tényleg vagy a combcsontja rövid neki, vagy a felkarja rövid neki, és ennek következtében eltorzul, a protektorok már is nem kerülnek a helyére, és ami jön, hogy hát csak a csuklójából kellene ennyit. Mondom, az nagyon nem lesz jó. Azért, mert már a protektor sincs a helyén. Hát de az ott van, nem? És akkor fölhúzzuk neki, megmutatjuk, hogy most van a helyén, és látod, most megvan a csukló méreted is,
a protektor a helyén van, és itt van az anyagtöblet. Akkor már elismeri, hogy hát tényleg hatető neki ez. De valahol egy ponton az emberek egy része ezt olyan sértésnek veszik, hogy hát én belekötöttem az ő testébe. Nem belekötöttem, hanem elmondta. Tény. Amikor én elmentem ruhát venni, nem egyeztettem veled, pedig tudtam, hogy utána ide fogok jönni, mert szinte biztos voltam benne, hogy az Alpinstars nem gyárt. Nem gyárt. Én konfekció méret vagyok, az Alpinstars nem ismeri a... A te méreted. Az 50-es enni szerető konfekciósokat, úgyhogy ők nem gyártanak azért mindenféle méretet, sőt én le voltam döbbenve azon is, kérlek szépen, hogy én szerettem volna kisebb nadrágot venni, mert amikor méreteztük a nadrágot, ott azért elég komoly beavatkozásra van szükség, és nekem az a nadrág kényelmes lett volna két számmal is kisebben, de az Alpinstars nem ad, ő az 58-as kabáthoz csak 58-as nadrágot ad, úgyhogy én nem egyeztettem veled a ruhavásárlásnál, tudtál volna nekem mondani jó tanácsot, hogy mire figyeljek oda? Igen. Hát gondoltam, ezért kérdeztem. Igen. Tehát amire oda kellene figyelni, lehet, hogy rövidek a végtagjaid, vagy nagyobb a törzs, tehát a derékbőséged, de még mindig jobban jártok, ha olyan akkora ruhát vesztek, ami vállba jó, de mondjuk nem ér be 10 centivel, de viszont lehet, hogy még az ujja is jó, akkor inkább felbővítjük a ruhát, vagy a nadrágnak a derekába teszünk pár centit. Még anyagilag, még mindig azzal jártok jobban, hogyha bővítjük a ruhát pár centivel, mint hogy utána kiderül, hogy a válla is lóg, tehát full nagy a ruha, mert ugye benne, aki nem ismeri, és még nem volt bőrruhája, ő azt érzi, hogy kényelmes legyen. Azért tudni kell, hogy ezek a ruhák nem egy kényelmes típusú ruhák, nem egy mackó nadrág. A ruha teszi a dolgát, az a lényege, hogyha ne adj Isten, valami történik, ott legyen, ahol lenni kell. És ugye itt jövünk mi, hogy rövidítjük, rádalakítjuk, mert nem vagyunk egyformák, tehát nem vagyunk konfekció méretek. Nyilvánvaló egy üzletben nem lehet olyan, hogy a kisemberre is tudnak adni, nagy emberre is lehet kombinálni, ugye? Amit mondasz, ez egy nagyon tanulságos dolog, mert én avval tisztában voltam a ruhám vásárlásakor is, hogy én utána azzal ide fogok hozzátok jönni. Tehát előre tudtam, hogy alakítani kell, és számomra teljesen evidens volt, ugye így felkészületlenül, azt gondoltam, hogy hát az alakítás az hát csak és kizárólag bevenni lehet a ruhából, és akkor a legnagyobb helyen legyen kényelmes, és majd mindenhol máshol meg majd szűkítünk rajta, és én erre nem is gondoltam, hogy bizonyos mértékben lehetne bővíteni is azt a ruhát, és ezt ti meg tudjátok oldani. Én nem tudom, hogy ilyen létezik-e, hogy valaki elmegy egy ruhaboltba, és azt mondja, hogy úgy érzem, hogy ez lenne a jó ruha, megveszem, elviszem, fölpróbálás után itt nálatok te azt mondod, hogy hát lehet, hogy egy számmal nagyobb kéne, ő visszamegy, ha vissza tudja cserélni, főleg ha ezt előre mondjuk a bolttal leegyezteti, hogy lehet, hogy vissza fogok jönni, és a hibátlan ruhát egyel nagyobbra vagy kisebbre fogom cserélni. Ha ezt meg tudjátok oldani, meg tudjátok beszélni a bolttal, akkor van a legnagyobb mozgásteretek, mert ugye akkor utána idejöttök, itt megnézitek, a szakember megmondja, hogy mit csinálna ezzel a ruhával. Ugye amikor legutóbb próbáltunk ruhát, akkor ott volt egy srác, és mondta, hogy hát azt kellett volna megvenni, ami egyel nagyobb, mert akkor vagy kisebb, mert akkor itt most ezt nem kéne megcsinálni, ott viszont azt féláron meg tudnánk csinálni, igen, stb. Szegény olyan helyen vette a ruhát, hogy nem tudja visszavinni, nem tudom, mi volt a történet, de a lényeg az volt, hogy hát akkor ezt kell megcsinálni, és így hát akkor egy kicsit az átalakítás költsége magasabb lett, lehetett volna optimálisabb. Így van, például volt egy ilyen, ez nem is túl régen történt, szintén nagyon-nagyon magas, vékony fiú, hát körülbelül olyan vastagságú, mint az én drága férjem, 198 magas, és ő úgy gondolta, hogy elmegy, vesz magának egy bőrruhát, konkrétan a Superzomba, és ő ragaszkodott hozzá, mivel magas, és a legnagyobb ruha kell neki, de a legnagyobb ruha meg háromszor körbeérte. És mikor eljött ezzel a ruhával, és így néztem, hogy mi vettél 62-es méretet? De mondom, a 62-es méretre is 20 centit kell a lába hosszába tenni. Mondom, mi nem vettél kisebbet? Mondjuk vettél volna egy 52-es méretet, az majdnem jó, legfeljebb 50 centit teszünk a combjába. Na, az volt a szerencséje, hogy előző nap vettem, minden meg volt rajta, és hozott egy 52-es ruhát, ami tényleg rá volt jó, és de mondom, így is valami 40 centivel, gondolhatod, milyen magas volt a fiú. Hát igen. Itt a gerendát
igencsak elérte. Úgyhogy, és akkor így sokkal jobb, mert de mikor így láttad, hogy úristen, 62-esből hogy csinálja 52-est, hát sehogy. Sehogy. Figyelj, az árájé két ruhát vehetne. Tehát az alakításé. Az az érdekes, hogy ezekkel a boltokkal nekünk személyes jó kontakt is van. Az eladóknak elmagyaráztuk, hogyha ilyen tanástalan ember megy oda, akkor mit javasoljanak, mi az, ami. És én biztos vagyok benne, hogy ott az eladók a javasolták neki, hogy melyiket, meg adták oda a névjegykártyát, hogy Cölöp Cegléd. Igen, hát ez nálunk úgy volt az alpinsztárcos ruhámnál, hogy elkezdték mondani, hogy jó, és akkor az átalakításhoz szeretnénk neked javasolni, nekem ne javasoltak senkit, én csak a Cölöpékhez vagyok hajlandó menni. De hát őket akartuk mondani. Akkor nézzük tovább a feladatokat, ugye hát akkor ruhajavítás, ugye itt is van egy szép kis éppen készülő ruhácska, hát igen, kapott. Igen, kapott az rendesen. Alánka egy kis tehetséges kis versenyző. A Krokó. Aha, Zalán ott is van feliraton. Igen. Na és ezzel a ruhával például a javítás címén mit fogtok csinálni? Hát ezzel a ruhával, ez először is azzal kezdjük, hogy letisztítjuk. Uh-huh. Utána megnézzük, hogy mit tudunk belőle kihozni, ezt a ruhát fel kell bővítenünk hosszirányban. Zalánka nőtt, igen, egy jó fél év alatt. Őt hosszítjuk comba, karba, hátba, törzsbe, megbőségileg is, és ez a ruha megmarad neki, mint pótruha, vagy ha véletlenül, ugye, mert lesz neki egy másik ruhája, készítünk neki egy nagyon szép új ruhát, amivel majd most fog tudni menni a olasz bajnokságba, mert ő ott motorozik. Hát ez gyakorlatilag, ha később jönné, mondjuk 2-3 nap múlva, ezt miszlik darabokba látnád, külön a fenekét, a lábát, a karját, lehet, hogy a kolléganőmmel szembe lesz a karja, mert ő azt csinálja. Akkor ebből a ruhából gyakorlatilag egy teljesen új ruha lesz. Így van. Cserélni kell az elemeket, vagy festeni? Idomokat cserélünk benne, meg majd festünk is, attól függ, hogy milyen műveletet kell rajta készíteni. Mert ha mondjuk hosszítjuk a ruhát, és úgy kívánja meg, akkor jobban járunk, ha kap egy új elemet, mint ott mondjuk egy 10 centis résznél beletoldunk ötöt, tehát nyilvánvaló jobban járunk egy kész idommal. A legvégén ez a ruha majd úgy fog kinézni különben, mintha egy vadonatúj ruha lenne, mert annyi elemet ki kell benne cserélni, mivel ez még egy pici ruha. Ez egy igaz, már háromszor hozzányúltunk, ugye mindig bővítettük, meg hosszítottuk, még ezt az évet ki fogja bírni. Nagy gond volt, hogy a gyerekeknek, a gyárak nem készítenek ruhákat. Nem készítenek, mert annyira különböző a testalkatuk, hogy nagy szériában nem, megrendelésre gyártanak. És hát ezt a problémát próbáltam meg annak idején úgy orvosolni, hogy nekiálltam itt egy kötek papír, vagy egy csomagoló papír, vonalzó, és megszerkeszteni azt a ruhát, ami a legpraktikusabb, mert hiszen fél év alatt a gyerekek nagyot tudnak nőni. És a szülő nem mindig fog emiatt egy új ruhát venni, vagy rendelni, tehát a gyáraknak itt volt a rugalmatlanságuk, hogy nem úgy szerkesztették, meg nem, nekik nem is érdekük. Nekik az volt az érdekük, vegyél új ruhát. És ezt úgy sikerült megszerkesztenem, addig küzdöttem vele, amíg az idomok úgy lettek megszabva, hogy bővíthetőek legyenek. Periódusok vannak, a kisgyerek megkapja az új ruháját. Jön az a periódus, amikor a végtagjai kezdenek el nyúlni. Meg vannak úgy szabva, hogy könnyedén hozzá lehessen nyúlni. Utána elkezd egy kicsikét a törzse nyúlni, szélesedni. Meg van úgy csinálva, hogy ezekhez is egyszerűen csak egy-két idomot kicserélsz benne, és így költséghatékonyabb a szülő számára. És arról nem beszélve azért elmondom, hogy ezeket a gyerekeket, akiknek készítjük a ruhákat, imádom mindegyiket, egytőlen egyig, és én a pálya mellett szárnyalok, mikor látom a gyerekeket. Nem azért, mert Cölöp ruhába mennek, egyébként meg gyerekcentrikus vagyok, borzasztóan. Hát tudom, találkoztunk az utánpótlás, az utolsó fordulón kint a pálya mellett. És hát egyszerűen, komolyan mondom, majdnem, tehát minden gyereket majdnem magamévá, hogy úristen, hogy szurkolok mindegyiknek, és ami viszont
viszont utána nagyon jó, hogy oda jönnek, és tudod, hogy szia Marika néni, szia Cölöpné Marika néni, tudod, tehát hát szóval tünemények. Na de vissza akkor alakítás, tisztítás, utána pedig van ugye Robinak a reszortja, a feliratok, illetve az emblémák, emiatt is jártam már nálatok, hogy gyönyörű Lost Biker feliratot ugye te csináltad. Sokan jönnek úgy, hogy nincs elképzelésük, és akkor úgy kell ki énekelni belőlük, hogy milyen motívum tetszik, a motorjához szeretne valamit, vagy van neki saját logója, amit lerajzolt, tehát szerencsére most már technikába jutottunk oda, hogy majdnem szinte mindent meg tudunk valósítani, ami... Amit te a grafikában is segítesz, vagy abba is. Aha, tervezek is, hogyha kell, de van olyan, hogy valaki kész tervekkel jön. És nekem még eszembe jutott még egy terület, nem tudom, hogy ezzel foglalkoztok-e, de nekem például az mindig egy ilyen vágyam volt, hogy amikor új motorom van, akkor új legyen hozzá ruha, hogy passzoljon hozzá ruha színe. Hogy volt olyan, hogy ruhát át kellett színezni, vagy hozzáigazítani a motorhoz? Tehát mondjuk tökéletes a ruha, jól áll rajtam, nem hisztam, nem fogytam, de hogy nézek ki a Kawasaki zöld motoromon egy, nem tudom én, egy Ducati piros ruhában? Ezzel majdnem heti szintű probléma egyébként. Hoppá. Sokan azt hiszik, hogy csak leadják a ruhát, hogy majd átfessük a megfelelő idomokat, és akkor az úgy jó lesz, de ez a maga a bőr, mondtam én a kékszínű bőr, ez így van kiképezve, így csinálta meg a tímár, hogy ez kékszínű bőr. Erre nem festetek rá pirosat, mert nem lesz tartós, nem lesz szép. Mi ezt úgy szoktuk megoldani, hogy idomcseréket csinálunk a ruhán, vagy a meglévő ruhára valami vonalakat ráteszünk, hogy az jó legyen. Ez egy fekete vagy fehér ruhánál, ez például akkor kivitelezhető. Igen, egy fekete vagy fehér ruha, az olyan, mint egy tiszta rajzlap. Tehát, és akkor abból gyakorlatilag bármit ki lehet hozni. Van egy visszatérő ügyfelünk, ő neki egy gyári Clover ruhát csináltunk meg KTM ruhára, most átült a BMW-re, most BMW ruhája van neki. De ugyanaz a ruha. Ugyanaz a ruha, csak változtattunk a idomcserékkel a ruhán. Egy kicsit így körbenézve itt nálatok, azért az egész helyiség az élő történelem, bárhova pillantok, dedikált különböző képek, Talmácsi, Sebestyén Peti, és még sorolhatnám, és ráadásul ezeken nem úgy kerültek ide, jól tudom, hogy ezekért egy vadásztátok, nem ezeket az élet hagyta itt. Úgy kezdődött, hogy én kivonultam a motorsportból, valamilyen sportpolitikával, valamilyen besértődtem, akkor abba is hagytam a motoros ruháknak a készítését, majd egy alkalommal Nemes Feri barátom megkeresett, hogy hú, Cölöp, vettem egy szép új ruhát, de nézd meg, eldobtam, és hát itt sérült, ott sérült, de hát kihez vigyem, hát csak engem ismer. Mondtam, hogy Ferike, nem csinálok, hát értsd már meg, hogy látni se akarom. De hát ez egy ilyen aranyoskodó kis kölyök, hát addig, mondom, le van szólva, egy feltétellel. Ha soha senkinek nem mondod, hogy én javítottam meg a ruhádat. Cölöp, ismersz? Mondom, pont ezért. Nem mondta el, csak a Karasna Dainese boltba, még akkor kint volt a külső Váci úton, csak ott mondta el, meg a depóba. Horogan Roring. Megjelen nálam egy fiatal kis srác. Szia, Cölöp, te vagy az, én meg a Vég Jana vagyok. Mondták, hogy hú, mondom, rosszul mondták, de hogy én csináljam már meg. Megcsináltam a ruháját. Kiderült, hogy abban az évben ő magyar bajnok lett, és amikor jött legközelebb, akkor hozott egy plakátot, hogy ezt magáról hozta, hogy kirakhatja-e. Teljesen üres, tiszta a falfelület, oda rakod, ahova akarod. Fogta itt a legerősebb ragasztót, fölnyomta a falra. Majd később jött a másik, jött a harmadik, hú, hogy olyan állok is, hát nekem is van poszterem. Legközelebb még jött, ők is hoztak. És sportot csináltak abból, hogy a poszterjeikkel az én műhelyemet elkezdték telerakosgatni. Úgy kezded el, hogy ez az ezredforduló előtti időkről beszélek. 90-es évek. Nem merem levenni, mert tudom, hogy történelmi érték. Ha leveszem, sérül. Tehát inkább akkor hagyom rajta. Hát nagyon ráférne most már itt a festés, meg a mit tudom, de ez egy élő történelem. Nem, ezt mondták nekem is, és mindenki levesz, Cölöp, ne nyújj hozzá, most már hagyd így. Itt régen, a 90-es évekről beszélünk, itt régen egy klub volt, mikor jöttek. Itt, hát mikor jönnek? Délután 5 órakor, de ezt azért majd kivágod, ez lemaradjon benne, mert akkor nehogy megint elkezdjenek este jönni itt emberként. És akkor, érted, itt sztorizgattak a
Kirú Laci, itt csak mesélték egyik történetet a másik után, tehát motorosról beszélünk, vagy a Bregyó. Itt figyelj, majdnem így összevesztek, egymás szavaiba vágtak, hogy milyen sztorik voltak itt. Azért itt a falak tudnának mesélni. Nekem a legnagyobb kaland az volt, mikor megjelent itt öt kis fickó, hogy ők a Superbike magazin. Na, melyik öt fickó volt? Hát a Bidnai Matyi volt. Freon. Nem, ő akkor ja. még nem ja, volt. Nem, a Freon nem volt. Lővei Ádám volt, az Oncsik Zoli volt. Oncsik. Szerintem ők hárman voltak. Nem, volt még valaki velük. Na mindegy, szóval, és akkor ugye jöttek, hogy ők a Superbike magazin Magyarország. Hát én ismertem az újságot, ez egy kinti nagy motoros lap volt. Na Jézusom, ezek lesznek, mi lesz ebből? De annyira elbaromkodtak itt, de annyira jól érezték magukat, hogy hát, és mondom, itt egy klub élet volt. Volt, amikor már hajnal 3 óra, akkor már így, menjetek már a fenébe, hát aludnom is kellene. De csülöp, hát még ezt hallgass meg. Na de akkor nézzük egy kicsit a falat. Miket látunk itt? Rögtön van egy ilyen kis szőke kisrác itt középen, Sebestyén Peti, hát nem ismerném meg ilyen fiatalon. Ő belőle van Petika több is. Petika azt hiszem 5 éves volt, szerint 6 éves volt. 6 éves volt. Igen. Speedy ruhában. Igen. Igen, igen. Aztán Talmácsi Motorsport Gergővel, Péntek László. Igen, ezt a Gergő miatt oda kellett írni, hogy nem esés miatt van itt a ruhája. Ja, igen. Igen, aztán. Igen. Hát ott a juhászék, juhász... Juhász Tomi és a juhász Dávid, ők ugye nagyon jó itt motoroztak. Akkor a Varga Gergő például tényleg nagyon-nagyon jó ment. Én nem is tudom, tehát ott van a Dávid is, az is ugye mindig dobogós volt folyamatosan. Igen, akkor ott középen az oszlopon Talma. Igen, ott van Talma, dedikált. Hát azért ne felejtsük el, hogy a Talma azért az. Hát jó pár azért helyre nézek, azért igen, ott van, mert ott igen is ott a világbajnoki motorján igen egy ilyen poszter. Ott van a Bitti. Az is dedikálva Bitti. Bittinek itt van egy ruhája. Egy darabja a ruhájának. Egy ruhadarab Bitti felirattal. Kispataki Viktor, ő Alpok Adria. Uh-huh. Aztán itt a másik oldal. Meg a oldalon. Csajos oldal, az a Csajos oldal. Na, Csajos oldal hol van? Hát nézem csak. Kovács Niki, Kis Viktória. Igen. Kik vannak még? Vince Hanna. Ő már így egy gyerekként, igen, kicsi. Még Petra, a Söveggyártó. Söveggyártó Petra, ja. Sulieszti. Akkor hát ez... a Kis Anikó. És milyen szépeket írtak nekem. Amiről szeretnék még veletek beszélni, ami nektek nagyon hasznos lesz, úgyhogy most, aki idáig kitartott, az megkapja a jutalmat. Szeretnénk kapni pár hasznos tanácsot. Mit tegyünk meg azért, hogy minél később kelljen lehozni a ruhánkat, mondjuk javítani? A legrosszabb példával kezdeném, amit én csináltam, ahogy én hozzátok kerültem, hogy egy esős motorozás után annyira idegesített, hogy eláztam, hogy bevágtam a sarokba a motorosulat, és gondolni sem akartam az egészre napokig. Majd több nappal később egy hát összepenészedett, elég szarállapotban lévő ruhát vettem elő a sarokból. Mit kellett volna csináljak, hogy ne kelljen megkeresnem benneteket egy ilyen feladat? Hát először is nem örültem neked, mikor megérkeztél a rugáddal, és azért elmondanám utólag, hogy szerintem egy hónapig a garázsnak próbáltuk a szagát átadni a ruhádnak, mert olyan büdös volt a penésztől. Igen, tudom, én hoztam. Ja, igen, oké. Okay. És egyébként meg azt kellett volna tenned, hogy fölrakod válfára, mivel eláztál, és csuromegy víz volt a ruha, és már mikor egy picit szikkat volt, de még nedves volt, letörölted volna a sok bogarakat róla, és fogod ezt a bőrápoló balzsamot, amit úgy hívnék, hogy méviasz, fogsz egy puha ruhát, vagy szivacsot, és jó beledörzsölöd a bőrnek a szerkezetébe, kívülről nyilvánvaló. Uh-huh. Ezt már a még színét, amikor még nedves. Amikor még nedves, csak akkor teheted meg, mikor nedves. Nedves a bőr, jól beszívja, és utána hagyod válfán, hogy ez az anyag jó beivódjon, beszívja, és innentől ilyen kellemes, sejmes lesz a ruhád. A bogarat később jobban le tudod róla szedni, a bőrpólusaiba nem megy bele az utcai por, kosz vagy a pályának a pora, könnyebben le tudod róla törölni, arról nem beszélve, amikor esik az eső, lepereg a ruhádról az eső. Én mindenkinek azt mondom, hogy ha nem is akarja, vagy nem szeretné rászánni ezt az összeget, de mikor leteszi a ruhát, igenis tisztítsa meg.
langyosvés, babaszappany, rengeteg tiszta ruha, hogy a bőr ne szívja be a koszos vizet, és utána jön ez a bőrápoló balzsam, amit... Szappanos langyos vízzel törlöm, letörlöm, mosom, igen, letörlöm, mosom, letörlöm. Igen, és akkor mikor utána... végeztél, jön ez a balzsam, igen. Válfa, szobahőmérsékleten hagyott, hogy ez így megszikkadjon, tehát hogy jó legyen, utána be lehet rakni szekrénybe. De addig, amíg nem száradt meg, addig inkább addig szellős jobb lenne. Így van, hogy ne penészedjen be, mert ez egy szerves anyag gyakorlatilag, ez a bőr. Ami nagyon tilos. Lejövök a pályáról, beleizzadtam, kirakom a napra. Azt ne. Ne, mert a nap pillanatokon belül meg fogja keményíteni nekem a bőrt, és mikor jön a következő futamon, már nem érzem a fenébe. Nem fog előbb megszáradni. Inkább árnyékos helyre, és szellőzön, tehát a sátor alatt. Ha elásztál, mondjam, egy civil motoros vagy, akkor nem a radiátorra tesszük meg a nem tudom hova, kesztyűt se, csizmát se. Hoznak ide olyan kesztyűt, hogy te öreg, ez milyen bádokból készítették? Ilyen, mert elásztál benne, a víz nem fog neki ártani. Az árt, hogyha te hirtelen szárítod. És egy normál motorozás után nem áztunk el, nem történt semmi, csak egy jó bogarat lettem, mert nékidem van. Bogarat azonnal le kell szedni még aznap, vagy ha ott felejtem? Minél előbb. Minél előbb, de hogyha ápolva van a ruhád, akkor kézzel le tudod magadról söpörni. Gyakorlatilag ez a méh viasz, ez a legjobb, amit tudnék tanácsolni. Nincs benne semmiféle vegyszer, kegyszer olyan dolog, ami a bőrt egyébként marja. Nagyon szuper bőrtisztítók vannak, hogy a magába a bőrbe mesterségesen bevitt zsiradékot ezek a vegyszerek kioldják. És azért lényeges a szappan, mert főleg a babaszappan, mert abban semmi más vegyszer nincs, az lúg. A nyírkos vizes bőrt, a lúg megtágítja a pórusait. És amikor én ezt letörlöm egy száraz ruhával, ebbe a megtágult pórusokba tud könnyebben bejutni. A méhviasz. Így van, tehát az, amivel én ápolom. Téli tárolásra van-e bármi tanács? Arra kell ügyelni, hogy ne nedves helyre tegye. Tehát ne legyen, ne pincébe, vagy ha pince, akkor totál száraz legyen, és ne legyen nedvesség, mert a bőr sajnos hajlamos arra, hogy bepenészedik. Tehát mivel szerves anyag, tehát... De a bőrnek is van egy ilyen kapilláris hatás, hát ami a párát, nedvességet magába szívja. Igen. Tényleg béléssel mi a helyzet? Kivehetős bélésnél 20 fokon ki lehet mosni automata. És ha nem kivehető? Ha ki szeretné mosni, az csak úgy tudja, hogy kiszedi, kiszerelvényezi, kiveszi a protektorokat, kifordítja a ruhát, ugye a nadrágot, vagy az overált, és akkor kád fölött ezt a nejlon lyukacsos bélést ilyen, hát ilyen mosószeres vagy szappanos öblítős vízbe kimossa, utána törölközővel, jó száraz törölközővel jó áttörli, válfa, egy picit hagy száradjon meg, ez is hűvös helyen, ne napon, és utána vissza tudja fordítani, és akkor ez így járható. Biztos, hogy csináltak már olyat, hogy például bevágták az egész bőrruhát a mosógépbe. Igen, végig Jana volt. Ja, én nem tudom, de akkor most lebuktattuk, igen, de szóval vannak ilyenek? Van, igen, és esküszik a módszerre, hogy tiszta lesz. Igaza van, egyébként csak hazavágja a ruhát. De meg lehet csinálni 2-3 alkalommal nyugodtan, utána új ruhát kell venni. Tanácsos. Jönnek az ügyfelek, és hozzák a feladatot. Hát gondolom, vannak extremitások. Nézzük azt, hogy mi volt az eddigi legnagyobb olyan átalakítás, tehát hogy honnan, hova lehet eljutni, mi volt a legextrémebb. Hát nagyon sok volt, de volt egy fiú, aki közel majdnem 2 méter, és 40 centit kellett beletoldani a 62-es méretű ruhájába. Körbe, tehát a törzs bővítéséről beszélünk, ugye a hosszítani is kellett, de az azért elenyésző volt, de ez a 40 centit hova tett bele, hogy egy testes emberről beszélünk, és az pályázni fog, és az a motoron kényelmes legyen neki. Fel tudja venni önállóan a ruhát, mert ugye az sem mindegy, hogy veszik fel a ruhát. Hát ő neki kétszer el kellett jönni ezt megpróbálni, mert
Hát komplett elejét és oldalát kellett a ruhába kicserélni, hozzátenni, hogy az gyári legyen, és utána kaptál egy nagy elejét, amire ki kellett találni valami logót, hogy az ott jól nézzen ki. Például van a diszkoszvető, a Kővágó Zoli, ugye? Kővágó Zoli, azt hiszem, diszkoszvető, aki szerintem 2 méter 5 centi, vagy 2 centi, és volt neki egy kétrészes ruhája, ami úgy nézett ki, mintha mondjuk én fölvennék egy ilyen kis rövid haspólószerűt, és ő neki azt hiszem, hogy talán 35 centit kellett a nadrág és a kabát közé beletenni. Van például egy másik történet, amiben nem bővíteni kellett a ruhát, hanem szűkíteni, például a Mihalovics Tamás, ugye, aki a paraolimpián is megy, például ő most 20 kilót lefogyott, és azt a ruhát például rá kell, hogy alakítsuk. Tehát ki kell belőle venni, tehát egy Dainese ruháról beszélünk, és ugye ezek azért igen nagy kihívások, vagy például a Győr Bálint, aki olyan vékony, olyan cérna, mint a kedves férjem. 10-20-30 centiket kell a ruhába hosszra rábővíteni, mert egyébként dekába meg nem nő hiába, tehát nem szélesedik, és ilyen kis cérna emberke. Mi a helyzet a felújításokkal, vagy a hibajavításokkal? Mi volt a legösszetörtebb, vagy legszétszakítottabb ruha, amit még meg tudtatok menteni? Hát figyelj, ha valaki felmegy a honlapunkra, az láthatja, hogy nem egy mentős ruhát raktunk már össze, mint egy legót, itt kiterítve a padlón, és akkor, mint mozaik, így pakoltuk össze a ruhát. Na, ezek komoly kihívások. Most is van jelen pillanatban egy alpinsztár ruha, ami szintén, mi úgy hívjuk, hogy mentős ruha, mert levágják. Nem, levágják a mentősök. Jaj. Tehát azért hívjuk mentős ruhának, és hál' Istennek, hogy az emberkék élnek, és megmentették, és ilyenkor nem az számít, hogy 5-600 ezer forintos értékű ruha van az emberen, hanem emberéletet mentenek a mentősök. Igen, hát az egyértelmű. És mikor ugye felépül, ugye az emberke, és sír, hogy Istenem, miért ott vágta szét a mentős. Ezek tényleg nagyon nagy kihívások, és a másik meg az, mikor csúsznak a pályán, és mondjuk nem egy oldalra csúszik, hanem így forog szépen körbe. A hátán is van, fenekén is van, combján is van, karján is van, és akkor itt nézed, hogy úristen, mit csináljak vele? Na, ezek a kihívások. És akkor van, mikor ugye idomot kell benne cserélni, vagy aláragasztunk, mert az még bír esetleg egy jó pár motorozást benne, vagy esést, ne adj Isten, de mi inkább azt szeretjük, hogyha a motort koptatja, motornak a gumiját, és nem a ruháját. Még az extrém ruhákra visszakanyarodva, volt egy ügyfelünk, ő egy balesetben elvesztette a karját, de nagyon keményes srác nem adta föl, és a mai napig motorozik, és úgy alakítottuk át a ruháját, hogy a művégtagot föl tudja csatolnia. Tehát gyakorlatilag úgy nézett ki a ruha, hogy képzeld el, hogy van itt a váll, és itt elvágtuk az új ruhának az ujját, és itt egy olyan felső részt szerkesztettünk neki, mintha az a csuklóján lenne, tehát a cipzár, stb. Extrém feliratozások, ilyen is akad? Van, volt egy régi versenyző, szerintem ma már nem megy, és az a beceneve, hogy Múmia, szintén már olyan vastag, mint jó atyám. Motoros alkat. Igen, és akkor ő hozott egy grafikát, gyakorlatilag egy múmia figura, aki a kezébe fog egy kipufogót, a másik öklét fenyegetően rázza, és áll egy múmia feliraton. Az jó kis kihívás volt, de én szerettem rajta dolgozni, mert megmozgatja az embernek az agyát, hogy lehet azt kivitelezni. Ugye alapvetően kétféle dekorációt szoktam én megkülönböztetni. Van egy, amit egy nyomdatechnikával csinálok, ugye az egy kész rajz, egy akármilyen jó minőségű rajzot gyakorlatilag kinyomtatok, és matrica lesz belőle, illetve amit nekem a szívem csücske, az meg ez a interziás technológiával, hogy úgy rakom össze a képet, hogy minden szín egy bőrréteg, és azokat rakom egymásra, végén az adja ki a végleges képet. Igen, itt a Zalánnak a krokodil, ez már az új ruhájára.
Aha, nagyon jó, nagyon vagány. Tehát ez is egy ilyen technológia. Ez egyébként szerintem mívesebb, meg szebb. Kicsit ilyen hagyománytisztelő, hisz az új ruhákon mindegyiken már festett, nyomtatott feliratok vannak, de a régi, a nagy öregek ruháján még bőrből. Igen. Számomra ez kedvesebb. Mik voltak a legextrémebb megrendelések, vagy amire nagyon büszkék vagytok? Az egyik legextrémebb, amikor a Paulovics Imi megkeresett bennünket, hogy egy versenyző barátjának lesz a 60. születési évfordulója, és ők a volt versenymotorját megvásárolták, restaurálták neki, ugyanúgy, mint ahol mivel versenyzett, de ehhez nagyon kellene a korabeli ruha. Ők ránk gondoltak, hogy mi ezt le tudnánk gyártani. Azt a mindenit. És sikerült. A régi amerikai Honda csapatnak volt egy jellegzetes ruhájuk, ez a teljesen piros, fehér csík, fehér és kék csíkokkal. És ezt nulláról hoztátok létre? Tehát egy teljesen nulláról egy új ruhát? Fényképről még méretünk sem volt. Igen, a farmerját sikerült ellopni az úriembernek, és akkor arról lett a méret. Teljes nagy volt ugye a boldogság, ahogy jött nekünk, mifelénk a visszajelzés. Annyi volt összesen a problémája, hogy hát picikét pocakba szűkebbre sikeredett. Előtte volt Mallorca, nem tudom, hol nyaralni, és akkor felszeret néhány kilót, de ha visszaadja, akkor ez pont méret lesz neki a ruha. És meg volt rendülve, hogy hát honnan? Honnan vették elő? És mondták, hogy ez egy kis magyar cég megcsinálta neki egy használt farmer nadrágról, mert a feleségen csak azt tudta elküldeni. Aha. Úgyhogy többszöri telefonegyeztetés után még mindig nem tudtuk a válszélességet. Tehát itt van az, amikor valaki érti a szabászatot, és ismeri az emberi anatómiát. Egy láb hosszából nekünk ki kellett következtetni a felsőtestet, és kiméretezni, hogy az jó legyen. De ehhez tényleg kell már szakmailag érteni. Hát erre nem csodálom, hogy büszkék vagytok erre a munkára, mert ez le a kalappal. Kicsit most szerintelennek hangzik, de 1971 óta már volt alkalmam megtanulni, volt alkalmam a családomnak átadni a tudást. Ez egy gyönyörű végszó. Köszönöm szépen a beszélgetést, és örülök, hogy itt lehettem ezen a fantasztikus helyen. Mi is köszönjük helyen. Szépen, hogy megtiszteltél. Köszönjük, hogy megtiszteltél. A Marika nem rád haragudott, hanem a ruháttól képettel. Különben ott lennék a büntető falon. Jó, Anna. Ne, azt ki kell érdemelni. Ezért így majd igyekszem. We were running through the fields, you had flowers in your hand. We were all chasing phantoms. Maybe you would hold them still and I'd grab on. Yeah. Well, if you're scared of the dark, let the rundown street lights be your stars. And then picture swings in the bark, and I'll swing with you. Sing it. Sing it with me. Ez egy angol ruha, ez egy Dainese. Nagyon jól megfigyelte a különbség, hogy ezt a ruhát annak idején egyenes szabással, tehát mint egy szerelő overall gyakorlatilag úgy szabták meg, ellentétben az olaszokkal, akik már íveltebben szabták a ujját, a lábát a ruhának. Korban ugyanott vagyunk? Nem biztos, de nagyon hasonló időszak. Ezzel a márkával Mike Hillwood ment. Ez a Dainese, ez pedig egy Berishin replika. To a soundtrack we could get lost in. Sing it with me. Sing it with me. And we'll go howling at the moon. It's no use living if you're already dead. It's not worth saying if it's already said. Even if it all goes over your head, believe it if you want to. So keep your eyes on the road.
Köszönöm, hogy velünk tartottál, remélem tetszett a videó. Ha igen, kérlek nyomj egy lájkot, és ha még nem tetted meg, iratkozz fel a csatornára, támogasd ezzel is a munkámat. És mint már megszokhattátok, szeretnék köszönetet mondani a YouTube csatorna tagoknak, a Patreon támogatóknak önzetlenségükért. Higgyétek el, tényleg nagyon sokat jelent a támogatásotok. Végezetül szeretnék köszönetet mondani a videó kiemelt támogatóinak, a Top Motor Yamaha és Kawasaki szalonnak, az Alpine Stars ruhámért, és a Cölöpműveknek, a szíves vendéglátásért. Hamarosan találkozunk egy következő videóban, addig is motorozzatok sokat, sziasztok!